Sziasztok, Echte vagyok, és folytatódik a Day of the Tentacle végigjátszása. Ez már a negyedik epizód, és ugye ott hagytuk abba, hogy... Szóval ott hagytuk abba, hogy Lavernnek és Hoginak is sikerült beindítaniuk a saját kronodzsonjukat, készen állnak arra, hogy visszajöjjenek a jelenbe, ám... Bernardra most itt egy nagy feladat hárul, ugyanis szereznie kell egy valódi gyémántot, amivel ugye a Chronodron gépet működésben lehet hozni itt a jelenben. Lássuk akkor, hogy is fogunk hozzá, mik vannak nálunk. Ugye itt van ez a két kávé, amit még nem használtunk, a konyhából ugye vettük el őket. Következőre lehet használni. Gyerünk, lekeressük fel Dr. Fredet. Ugye itt láthatóan itt ácsorog az játék eleje óta, és kortyolgatja a kávéját ebből a bögréből. No most a Doki csak nagy kávé fan, és a koffeinmentes kávé az érdekes hatással van rá. Próbáljuk ki, itt a Decaf Café, a koffeinmentes, öntsük bele a bögréjébe. Thanks. I needed a little pick-me-up. Must open safe. Must sign contract. Must provide for family. Hát így hatott rá. Alvajáró lett belőle, és ahogy itt ugye álmában dünnyögte, ki kell nyitni a széfet, alá kell írnia valami szerződést család érdekében. Ugye egy széfről tudunk, hogy hol van. Az irodájában ott van egy széf. Méghozzá a kép mögött. És itt láthatjuk, ahogy Dr. Fred álmában kinyitja a széfet, ott van valami szerződés. És mindig újra becsukja, kinyitja, néz egy nagyot, és ha megpróbáljuk fölvenni a szerződést... He almost took my hand off with the door. Hát nem lehet, ugyanis mindig majdnem rácsapja a kezünkre a széf ajtaját. Úgyhogy egy másik trükkhöz kell folyamodnunk. Ki kell esnünk, ugye villámgyorsan csavargatja a szép kombinációt, tehát nem láthatjuk, hogy mit üt be. De itt egy kamera, na bocsánat, itt vissza megyek. Itt van egy kamera, és hát ugye Edna szobájában láthattuk, hogy ugye megfigyelés alatt tartja az egész panziót, őt már ugye el is gördítettük az útból szó szerint. Úgyhogy itt az ideje, hogy ott garázdálkodjunk egy kicsit. Van a videószoba, itt látható Dr. Fred, ahogy nyitogatja a széfet. A következőt tudjuk csinálni, ugye a zöld csáp szobájából elvettünk egy videókazettát, azt tegyük bele ide a lejátszóba, vagy a rekorderbe, úgyni. Kapcsoljunk, hogy használjuk a WCR-t, és akkor itt láthatjuk a csavargatását. Ezt rögzítsük, vegyük fel. Ja, bocsánat, ez a kikapcsoló gomb volt, tehát még egyszer rögzítsük. Innen már rögzít is. Dr. Fred Edison. Internal revenue. Come with us. We'd like to go over some of your records with you. Upstairs. Hoppá! Közben Dr. Fred lecsapott az adóhatóság, és elvitték innen. Jó, akkor most a felvételt tekerjük vissza az elejére. Kapcsoljuk át itt ugye a lassított felvételre, és indítsuk el. És így már láthatjuk 101.
999 és 57. Ez a kód. Innenkor lassítva végignézhetjük azt is, ahogy jön az IRS. Dr. Fred Edison. Ami vicces, ugye, mert nem lassítva beszélnek, ugyanúgy beszélnek, csak lassabban mondják ki, a nagy szöbbszüneteken mondják ki a szavakat. Jó, ennyi volt. Kiléphetünk innen. Nem kell feljegyezni egyébként a számokat, mert Bernard megjegyezte. Úgyhogy akkor mehetünk oda az irodába. És akkor nyissuk ki a széfet. Let's see, it's 101-99957. Meg is van, most már elővehetjük a szerződést. Úgy inni. Mielőtt aztán a szerződéssel csinálunk valamit, illetve hogy eznek nagy szerepe lesz abban, hogy megszerezzük ugye a gyémántot. Vagy hát megnézhetjük egyébként, hogy egyáltalán mi ez. The party of the first part shall hereby be known as a crazed maniacal genius. Hát ebből sok minden nem derült ki. Dr. Fredet ki kéne szabadítani, ugyanis a hatóság fölvitte őt a padlásra, és ott tartják megkötözve. Ezt ugye úgy tudjuk egyébként, hogyha megnézhetjük, hogy mi is történik pontosan. Menjünk fel a tetőre. Hangsúlyozom, itt menjünk fel a tetőre a kéményen keresztül, tehát alulról nem fogunk tudni, mert az emberek, a hivatalos szervek utunkat fogják állni. Ja, menjünk be az ablakon. És hát itt van Dr. Fred, ide kötözték, és itt várakoznak az emberek. Úgyhogy a következőt tudjuk csinálni, az, hogy kiszabadítsuk a kötelet. Azt vegyük fel róla. Úgyni. Dobjuk át ezt a kötelet itt ezen a csigán. Menjünk le a kéményen. Gyerünk ki a ház elé. Ugye itt lóg a kötél. Ezt a kötelet pedig akkor kössük rá Tedre. Jó, közben szükségünk van a vörös festékre, az ugye még Hoginál van, úgyhogy kapcsoljunk Hogira és küldjük át a festéket Bernardnak. Úgyni, vissza Bernardra, immár nálunk a festék. Fessük be Tedet vörösre. Úgyni. Egy ecset vonással. See red Ted. Szópoénkodik. Jó, rajta van a kötél, mehetünk vissza a tetőre. Úgyni. Fel a tetőre. Úgy be az ablakon. Bocsánat, a kötelet azt vegyük fel. What for? Valahogy be kéne dobni az ablakon, hogy is volt. Lássuk csak. Nem, húzzuk meg. Igen, nem kell bedobni az ablakon, elég, hogyha fölhúzzuk Tedet.
Egész jó, kiheverte Bernadett a zuhanást. Jó, vissza a tetőre. Be a szobába. Úgy né, és akkor most ki kell őket cserélnünk. Egyszerűen csak használjuk. Tedet, Freden. Something. Everything okay in there? Well, try and keep it down, okay? Jó, sikerült kicserélni. Azt hitték, hogy Fred fekszik ott. A kötelet nem használjuk. Freden. Így. Jó, ki az ablakon. És akkor még egy utolsó rántás a kötélen. No, I'm not gonna make that mistake again. Nem túl kíméletes. Dr. Fred, are you okay? Dr. Fred? I'd better get him to the lab. Well, I got him in here, but he's out cold. Igen, még nem tért magához Fred, viszont nálunk van ugye a rendes kávé, talán attól majd magához tér, de ahhoz, hogy ezt be tudjuk neki adni, te először tegyük a tölcsért a szájába. Úgyni. És akkor mehet bele a rendes kávé. Damn good coffee. Úgyni. Jó, na most az is volt nagy szükség arra, hogy Fredet visszahozzuk ide, mert alá kell írni ezt a szerződést, csak úgy ér valamit, de hogyha odaadjuk neki, akkor hát nem lesz rá rögtön hajlandó, úgyhogy majd beszélgetnünk kell vele, és úgy kell meggyőznünk. I got the contract for you to sign, doctor. Sorry, I don't like to sign things that I haven't read. Tehát ugye nem olvas, nem ír alá semmit, amit nem olvasott el, hát akkor olvass először, kattintsunk okay, erre. So read it first. I'm busy trying to think of a way to save humanity. I don't have time to read. Now leave me alone. Olvasni sem hajlandó. Beszéljünk hozzá tovább. Will you please sign this contract? I don't sign things I haven't read. Ugye ezt hajtogatja. Jó, keresünk akkor egy másik lehetőséget. Például ezt, hogy felejtse el, majd mi megszabadulunk magunktól, Lila csáptól. Oh, forget it. I'll get rid of purple tentacle myself. Oh yeah? How? És itt kattintsunk az első válaszra, ami szerint, hogy ugye Lila csápot őrültnek nyilvánítatjuk és letartóztatjuk. I'm getting purple tentacle declared insane and arrested. That's a good idea. But I need a note signed by a doctor. Oh. Hey, I'm a doctor. We're in luck. Well, good luck! Így sikerült vele aláíratni a szerződést.
Szuper, most ezt a levelet küldjük át Hoginak. Ugye igen, a bélyeget már átküldtük neki, kapcsoljunk Hogira. Tegyük rá a bélyeget a levélre. Így. És gyerünk ki a ház elé, rakjuk szépen, na, van egy ilyen közövetett jelenet, lássuk közjáték. How about an amendment that the president has to be a human being? Please, this is serious business. You're right. Egy kis poén. Szóval tegyük bele a levelet, ugyanis ha 200 évvel korábban már végül is elküldjük ezt a levelet, lássuk milyen hatása lesz a jelenre. Tegyük be a postaládába. Hogi automatikusan be. És már el is vitte, akkoriban egész jól működött a posta. Yes, what do you want? Hi there, is this Dr. Fred Edison? Who did you think you called? Dr. Spock? Look, I don't have all day. This is Farley Crockett, LucasArts Games. I just discovered your contract among some very old files, and, well, our lawyers say that we have to pay you $2 million in back royalties. For the use of your family in the Maniac Mansion video game. What? This is Farley Crockett. No, I heard that, you moron! When do I get my money? Oh, right now. It's been credited to your Swiss bank account. Operator, get me a travel agent. This is an emergency. Úgyni. Szóval, ahogy kiderült, a kis meta poén, a LucasArts hívta fel Dr. Fredet, ugyanis találtak egy régi levelet, ugye egy régi fájban, vagy aktában, és $2 millió tartozik a cég Dr. Frednek és családjának, amiért használták őket ugye a Maniac Mansion videójátékban. Szóval egy ilyen kis belsős poén. Az a lényeg, hogy van $2 millió Frednek, amit ugye a svájci bankszámlájára átutaltak, váltsunk közben Bernardra. És mivel nálunk van már ugye itt a svájci bank könyve, gyerünk föl, illetve már a tévében, ha emlékeztek, megnéztük azt a gyémánt reklámot, amiben pont $2 millió kerül, és egy telefonszámot is mondott a fickó, úgyhogy igazából egy telefonra van csupán szükségünk. Bernard automatikusan csinálni fogja a dolgokat, használjuk a telefont. Couch Potato Shopping Channel, Wanda speaking. I want to buy a diamond. That will be $2 million. Do you have a major credit card? I have a numbered Swiss bank account. What's the number, sir? It's 846-427-35327. Very good, sir. We'll send the diamond by pronto post light speed delivery immediately. Thank you for calling. Now that's service. Megjött a csomag, Bernard automatikusan meg is érte. I better get this to Dr. Fred. És viszi is Frednek rögtön. That should do it. Where did you get this diamond anyway? It was donated by a group of Girl Scouts who were in the neighborhood. How heartwarming. According to my instruments, everything is in readiness. Your friends have activated their units, so it's time to throw the switch! Great! Majdnem eltrafálta. Hogi! I'm so happy to... Hi! Laverne! Wow! Teljesen elszoktunk Laverne ruhájától. I hate to interrupt, but there's no time to lose. Now that you're back, we've got to proceed with the original plan and send you back to yesterday to turn off the sledge-o-matic. Huh? Say what?
Now, hold on a minute, Dr. Fred. They just barely made it back to our time alive, and I think... You can't turn off the machine if I get there first. Uh-oh. Don't worry, guys. This time I know I can stop him. Uh-oh. I guess we better do something. Let's go. No, wait! You can't all go in the same stall! Didn't you see the fly? Ajaj! Doktor feleszkérdezte, hogy látták-e a Légy című filmet, nem szabad mindig hármaknak egy kabinban lenniük. We're some kind of monster, dudes. Great. Összeolvadtak. Stuck here the rest of my life, listening to Bernard talking and watching Hoagie eat. Mom warned me there'd be days like this. Now, wait just a minute. It's Purple Tentacle! It's Green Tentacle. What was that green? Purple Tentacle behind you! What? I believe he's trying to warn you about me. Oh. We're going to turn off the sludge-o-matic and defeat your evil plan, overgrown worm. You sorry lot are no match for me. But there's three of us. Well, sort of. Nevertheless, I mean to crush you. Yeah? You and what army? Why, this army, of course. Ooh. Yikes. You see, I've been busy. These are all versions of myself from the future. I've been bringing them back here using the Chronojog. Together, we will conquer the world. You ten there. Go to the basement and guard the sludge-o-matic. Úgy látszik, ebben a történetben nem érvényesül a visszajövőbe féle dolog, hogy ugye nem találkozhatsz jövőbeli önmagaddal, mert felből a téridő kontinuum. No one is to touch the sludge-o-matic. Now, creature, I must decide what excruciating tortures to leave them to me. I've been itching for a chance to test out my newly completed diminuator. Uh-oh. Excuse me. Us. All right, the rest of you come with me. Next stop, the world. What do we do now? Whoa. It wears off. Aha. Run for it. Damn. The battery must not have had time to recharge, but it will. Shh! Maybe he won't find us. Yoo-hoo! Where are you, human? Na, visszakaptuk az irányítást a közjáték után. Itt bujdosunk ugye itt az öreg jövőbeli lila csáp elől, aki valamiért 200 évvel később még élt. Se baj, ne maradjunk itt, nyugodtan menjünk ki. És menjünk ide, nyissuk ki a középső ajtót.
like that. Megint összetöpörített minket. Drat. És menjünk be ide a középső szobába, amik kicsik vagyunk. És itt be az egérjukon. Úgy, né, átkerültünk ugye zöld csáp szobájába. Itt most várjuk meg, amíg elmúlik a fegyver hatása, és meg nem növünk, így, né. És most már, mivel hárman vagyunk, ezért ugye magunkhoz tudjuk venni már a tekegolyót, vegyük is magunkhoz. Ugye egyedül erre Bernard nem volt képes, most már a miénk a tekegolyó, nincs másra szükség. Kimehetünk, Lila csáp innen már eltűnt. Hey! Where'd he go? Úgyhogy gyerünk le minden baj kezdetéhez a titkos laborba. Az kíváncsi lettem volna, hogy így hogy másznak be, de ezt nem mutatta a játék. Itt vagyunk ugye a Sludge-O-Matic-nél, amit őriznek a lila csápok, és hát nagyon úgy álltak föl azért itt az őrzéshez, mint hogyha tekebábuk lennének. Nálunk meg ugye itt van az egyetlen tekegolyó, hát használjuk rajtuk. Great! Now we can turn off the machine and prevent all this tentacle mayhem from ever happening. Certainly glad that's over with. Yeah, let's get out of here. Leaving so soon? We haven't had the chance to get to know one another. You humans are so small-minded. Eek! Run all you like, you insignificant insect. The human race is doomed. Jó, most annyit tudunk csinálni itt az utolsó cselekedeteink a játékban. My other selves are taking over the... Beszéljünk Lila csáphoz. És kérdezzük meg, hogy hogy mi baj van egyébként az emberekkel? Just what is it you have against humans anyway? Humans are our oppressors. They made us live in this horrible motel. They created us in ungainly forms, so we could not rise against them. Try walking around with your legs tied together and glue on your shoes. You'll see what I mean. Igen, érthető. Erre pedig feleljük azt, hogy igen, ez úgy tűnik, hogy ez tényleg Dr. Fred hibája az egész. Sounds like that's all Dr. Fred's fault, really. I suppose you're right about that. I didn't start out hating all humans, just Dr. Fred. Itt lehet egy kis segítséget kapunk arról, hogy mit kéne mondanunk. Innen menjünk arra, hogy nagyon, nagyon jól bánik ezzel a lézer stukkerrel. You're pretty handy with that ray gun. Center of the forehead every time. Would you like a demonstration? Szóval mindig eltalálja a homlok közepét vele. És hát ugye láthatjuk, hogy itt Dr. Freden, aki ellen már egy kicsit felbőszítettük az előbb lila csápot, ott van ez a tükör. Úgyhogy akkor kérdezzük meg, hogy miért nem lövi le Dr. Fredet, hogyha annyira utálja. Why don't you zap Dr. Fred if you hate him so much? Perhaps that would be entertaining. Thank you.
sikerült átvernünk. Talk? Surely. Wait! You haven't heard the last of me. I'll be back, and the next time, the world and all its piffling inhabitants shall be mine. All mine! All mine! Okay, little fella. Mail this to Siberia. És minden visszakerült a régi kerékvágásba. Our work here is done. Now we can go home. Epilógus. Well, kiddies, it's been more fun than a jumpsuit full of weasels. Now kindly get your freakish hide out of my home. Please, Dr. Fred, you've got to get us out of this mess. We look terrible, and we can't buy clothes off the rack. I'm getting sort of used to it. Maybe we could go on the talk show circuit. Help us, Dr. Edison. You're our only hope. Oh, all right. Ez is egy Star Wars idézet volt, ugye? Jön az utolsó reményünk, segítsen Dr. Fred. Idiots! It seems you're not exactly the sideshow attraction you imagined. You're just three complete goofballs stuck in one suit of clothes. Vagyis nem olvadtak össze, egyszerűen csak egy ruhába vannak. Glad that's taken care of. Looks like everything's back to normal. Vagy mégsem. És itt a vége. A Day of the Tentacle című játéknak. Itt a végén ugye láthattuk, ahogy hát mivel a múltban mindenféle dolgot csináltunk, ezért egyik legnagyobb hatása az, hogy Amerika Egyesült Államok zászlaja az egy kicsit más lett, és a csápok jelképe, a lobogó. Köszönöm szépen, tehát ez volt a játék, tényleg abszolút nálam ez egy ilyen nagyon nagy kedvenc volt, 90-es években sokszor végigjátszottam, mindig egy nagyon jó hangulatot kölcsönzött, mindig feldobott abszolút. Úgyhogy remélem, ti is élveztétek velem a játékot. És hát természetesen a tervek szerint abszolút találkozunk még egy következő régi doszos kalandjáték végigjátszásában. Én mindenképpen azon leszek. Nektek nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, és legközelebbi találkozásig. Sziasztok!